Hello, 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 és nagyon nagy szeretettel és hatalmas kamerával kívánok nagyon kellemes szép estét mindenkinek. Üdv itt! Ez a crazy nap, de itt vagyok. Hello, hello mindenkinek, szia Ádám Tasmán ördög, cicmic! Te kis te! Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm itt az intro alatt behaintott. Halló, ott mi történik a túloldalon? Az nem tudom mi, eddig jó volt. Jó van, akkor chat nem lesz. Halló, chat? Chat? Mindegy, figyelj, jó az a kép ott. Fogadjam el a sütiket. De hát, haló? Szóval nagyon-nagyon szépen köszönöm az intro alatt becsattintott subgift bombát. Köszönöm szépen a támogatásodat. Én nem tudom, mi van ott, de az a legjobb az egészben, hogyha kikapcsolom azt a panelt, aminek ott azt kéne mutatnia, de konkrétan akkor is ott van. Tehát, hogy tudjátok, mi volt a gond? A game alertek. Aha. Na jó, hát az alerteket akkor itt most nem tudom, elfelejtjük. Ott vagytok, hello, integes chat magadnak, hello, 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 hello. Én nem tudom, hogy mi volt. Nagyon jó, menet közben mennek ilyen update-ek. Konkrétan az a legjobb, hogy ugye úgy szoktam elindítani minden streamet, hogy mindent leellenőrzök. Oké, minden oké, elindítom a streamet. Na most ez annyi idő alatt történt itt valami, amíg lement az intro, szóval hála Imhotepnek, működnek a fogaskerekek. Hello mindenkinek. Szóval, sztori, mert van sztori. Igen, lényeg ami lényeg, aki esetleg az Insta posztot nem látta, sikerült beupdate-elni egy webcamet, úgyhogy már egy új webcamről vagyok láthatóan. Hát láthatóan nagyobb a látószög, egy picivel az is másabb, és ez már egy szűkített verzió. Tehát ennél nagyobbat is tud mutatni. De még azért lehet, hogy majd kell majd állítani ezt-azt. De ami talán a legszembe feltűnőbb lehet, az remélhetőleg az, hogy nem fog egyrészt ez a kamera úgy vibrálni, mint a Brio csinálta már az utóbbi időben. Látjátok Csálin a HP könyveket, igen, ott azokat is most már kivehető. Szemfülesek, meg feltűnhet, hogy itt én sunyiba is legózok, meg hasonlók, úgyhogy igen. Na most egy Elgato Facecam Pro-ra esett a választás, amúgy itt az update-et illetően, és az az érdekessége az egésznek, hogy még így nem, nagyon, nagyon out of stock a cucc, tehát hogy eléggé nehéz beszerezni, de nagy nehezen, így külföldről sikerült megrendelnem, mert itthon ugye sehol nem lehet kapni. De legalább drága, amúgy ezt is mondjuk el. És ez már régóta terveztem, hogy egy ilyenre update-elnék, mert amikor megjelent ez a kamera, meg hogy miket tud, akkor így mondtam, hogy hát ez egy tök jó update lehetne így a briós szarakodás és egyéb dolog kapcsán. Közben Dartleya, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 10-es támogatást, ezt a 10 dodót, hogy így mondjam, köszönöm szépen a támogatást. Az alert az nem működik, mert ugye itt, tehát miért működne, mert hülye. Én nem tudom, azt hogy kell ezt frissíteni, várjál? Lehet, hogy tudok egy olyat csinálni. Ájjjjj. De miért ezt mutassa? És miért? Ja Istenem, ezt a szart. Mármint, hogy nagyon jól van csinálva. Refresh. Hopp, na várjál, lehet, hogy ezt meg fogom tudni oldani. Nem. Hát hála Imhotepnek, most is rossz. De berejátsza az animációt. Na jó, megoldom. Várjatok, közben nagyon szépen köszönöm a támogatást itt a táblába, vagy a társasjátékba, hogy így mondjam. Köszi, köszi, köszi. Így van, mindjárt arra is rátérünk, Zsoltika. Amúgy hello neked is. Micsoda, azt villog a Little, hogy milyen drága cuccod van. A tarháló csík meg kint van, szépen vagyunk, de hát az nem arra van. Jézus Mária, mert Tasmán ördög meg, hát megborult, hát nagyon-nagyon szépen köszönöm neked is ezt az ötös subgift bombát. Meg kell csinálnom itt gyorsan menet közben ezt a kukedli-bukedli elfogadót, vagy nem tudom, hogy mi ez, ami baja van az overlay-nek, de ezt mindjárt jó meg fogjuk csinálni. Azt mondja, hogy edit, gondolom ez az. Szóval, long story short, ott tartottam, hogy igazság szerint, hogy
hogy már régóta tervben volt a kamera cseréje, és hát nem nagyon volt beszerezhető. Nem működik, srácok, az alert, várjatok! Nagyon-nagyon szépen köszönöm, de a hangja van, de kép az nincs. Aha, na várjál, és mi van akkor? Jó, ez most live-ba szerelős lesz. Oké. Okay. Most duplán lesz, de nem baj, ott van, múkodik. Na, megoldottam. Na, visszatérve, hol tartottam a sztoriba? Ja igen, out of stock volt ez a kamera nagyon-nagyon sokáig, és most nagy nehezen sikerült külföldről megszerezni, és hát van egy sztori, amin be fogtok sírni egy kicsit a rögéstől, vagy hát jó, annyira nem nagy sztori, de írták, hogy én a hétvége folyamán rendeltem meg, és írták, hogy nagyjából ked, lehet, hogy szerdán, valószínűleg inkább szerdán lesz ennek az érkezése, és hát kaptam is tegnap e-mailt, hogy a mai nap folyamán, ez már az új kamera, igen, tudom, nem annyira feltűnő, de mindjárt még mondom, tehát, hogy kaptam az e-mailt, hogy ma érkezni fog, annyit írtak, hogy 17-e nap végéig. Hánom, figyelj már, tetyám, mondom, azért ezt jó lenne belőni. Tehát, hogy már mind nem egymást, meg magunkat, hanem hogy így alapvetően egy kicsit ezt szükítsük már le, hogy akkor mikor fog érkezni. Gyönyörűen látszanak a ráncaim. Örülök neki. Na, szóval, hogy így nap végéig ők majd így kiküldik. Hát mondom, főnök, de tehát, hogy itthon legyek egész nap, vagy tehát, hogy óvéba kimegyen a gyerekért, vagy tehát, hogy hogy legyen, tehát, érted, te semmit nem tudsz, és akkor még ilyen egyéb hülyeségekről ne beszéljünk, hogy munka meg... Na mindegy, hát tettem-vettem, reggel korán föl kellett kelnem, mert be kellett fejezni, vagy le kellett adni SOS egy munkát, és ez még sem, és ez nem is MPL volt ráadásul Hirx, hanem UPS. Amúgy le a kalappal, tök jó fejek voltak meg minden, de hát reggel föl kellettem gyorsan megcsinálni a melót, és... Hát, lement így a HH, elküldtem a melót, közben közel a hype vonat, és nem tudom, az előbb nem elindult a hype vonat? Én már nem tudom, itt kegyetlenül pergetitek, de nem indult el. Hát, na mindegy. Leadtam azt, ami SOS-t le kellett adni, mondom, na jó, én felfrissítem magam, elmegyek egy jót zuhanyozni, és utána folytatom a munkát. Na szerintetek, mikor csöngetett a futár? Közben köszönöm szépen, gyávanyul, a 100-as csírt, köszönöm szépen a támogatásodat. Amikor beléptél a zuhany alá, majdnem, amikor már a zuhany alatt vagy, úgy elkezded élvezni azt, hogy kellemes a víz, érted, már nyomod a testedre a 3/4 flakonnyi ízét, hogy azt a bűzt, ami összejön rajtad, meg koszt, azt lemossad, érted, azt így nyomod magadra, elkezded ad magadat dörzsizni, és akkor így... Ó, mondom, te jó ég! És akkor tudod, mit csinálsz, az a... Ja, Istenem! És így eltéped a zuhanyfüggönyt, kiugrasz, érted, a kádból, dobsz egy bukfencet, menet közben elkapod, érted, mi ez már, a törülköző szárítóról, így csinálsz egy ilyet, ezzel megtörülközöl, közben már érted, fölvetted a félkezeddel a kaputelefont. Hello! A UPS futár vagyok. A 3. emelet? Igen, nyitom. Puff, nyomod, püf, lerakod. Elrohansz, hogy hát talán nem egy törülközőbe kéne kinyitni a futárnak. Ugye? Tehát, hogy lehet ismerkedni ugyanígy, de hát talán nem ez kéne. És akkor gyorsan feltéped, érted, a cuccot, valami póló, és akkor nadre, gyorsan. Úgy nyitottam már az ajtót, hogy még így igazítottam a polc, szerintem röhögött rajtam a futár, mert hogy a víz meg félig folyt még rólam, tehát hogy lehet, hogy ilyen tócsa volt alattam szerintem, ahogy kinyitottam, de lényeg, ami lényeg, hogy sikerült átvenni, és megkaptam a csomagot, mindeközben Tasmán Ördög, nagyon-nagyon szépen köszönöm neked az újabb ötös subgift atomot,
meg vagytok menve, nagyon-nagyon szépen köszönöm neked a támogatást, Gyávanyúnak a 100-as csírt, Feldúrnak a 100-as csírt, Tasmán Ördögnek a dupla 5-ös, ez már a dupla dinamit, ezt úgy kell mondani. Úgyhogy igen, Mir van egy nagyon érdekes dolgot vetett föl, hogy ilyenekre javasolt egy köntös használata, rendelkezem köntössel, a köntös a szekrényben van. Úgyhogy így, de sikerült, sikerült. Igen, mindenki írja, hogy fürdőköpen, de gyerekek, a fürdőköpen biztosan, biztosan el van rakva a szekrénybe. Ott nem koszolódik, így van, Hirx tudja, ott nem koszolódik, ennyi. Na jól van, ez volt így a sztoria igazából. A másik sztoria még amúgy a kábel ügy, mert hogy a hülye streamer, csak hogy így mindjárt játszunk is, tudom, de hogy a hülye streamer mit talált ki? Nem az asztalnál legyen ugye a számítógép, oda kell hátra tenni, mert hogy ti is lássátok, mert hogy milyen menő, milyen szép, ott van a háttérben. Persze, tudod mennyibe kerül bekábelezni azt, hogy onnan ide jöjjön bármi? Ne csináljatok ilyet, jó? Tehát, hogy nagyon jól néz ki, de mocsok drága buli egy ilyet összehozni. Tehát, hogy nem 20 és nem 30 ezer forintom van kábelekbe, hogy onnat oda elérjenek a dolgok, és hát ugye? Amúgy le a kalappal az Elgátósok elég korrekt kábelt adnak, ugye? De ez nem HDMI, tehát ugye ez egy USB-C-vel működik. Amit adnak hozzá kábel, az egy 1,80 méter, hát 3 méterest sikerült valamit szerezni, de nem is olyat kimondottan, ami van hozzá, hanem USB 3 és USB-C, de nem volt mindegy, hogy milyen az adatsebesség, mert különben nem működik. Tehát, hogy azt kellett kutatnom, érted, hogy ne ez a USB 2.0 szabvány legyen, ami 480 megabit per szeket tud, hanem 5 gigabit per szekes kábel kell. Hát ezt most próbáld meg beírni, érted, valamelyik webshopba, és legyen azonnal, tehát hogy az sem mindegy, hogy van vagy nincs, hanem hogy azonnal legyen, mert hát ugye egy napot már nem vársz. De mindegy, megoldottam, itt van, amúgy a méretekről annyit, hogy ez itt a Logitech Brio, ami eddig volt. Na most ezt így, ez a mérete, ez ugyanakkora a kamerának, az Elgátónak, viszont így körülbelül ekkora. Tehát ilyen 3-4-szer nagyobb, tehát hogy it's very big. Szóval, ja. Na igen, az USB szabvány, mint létező fogalom, nem létezik. Hát, teljes őrület ez az egész USB mizéria, de sikerült megugrani. Működik a kamera, még a beállítások, még valószínűleg majd kell rajta tweakelni, de ez volt a sztoria. És ha már sztori, hölgyeim és uraim, akkor térjünk rá a ma esti menünkre, ami nem más, mint a The Last Case of Benedict Fox. Bocsánat, hogy itt ilyen sztorizással és technikai őrülettel töltöttük az időt. Már pörög is a game. Folytatjuk az agytekervény megmozgató videójátékot. Segítségetekre szükségem lesz. Együtt, közösen valahogy megoldjuk azt, hogy megfejtjük ezeket a feladványokat, amiket a játék elém és elénk tár. Úgyhogy onnan folytatjuk, ahol a múltkor abba hagytuk, pörögjön a Gameszkó. Igen, eddig jók vagyunk, nagyon szép átvezetés volt. Hű, na várjál, itt én nagyon piciben vagyok most, hello! Ezt majd át kell állítani. Na például ezt nem jól állítottam be, ha már így kérdezitek. Én csak a rizsáért voltam itt, megyek is zeldázni, jó zeldázás neked, és nagyon szépen köszönöm a hype-onatban való részvételt mindenkinek. Nagyon megtoltátok itt, tehát konkrétan atomok lettek ledobva. Na várjál! Aha. Megjavítsuk? Élőben javítós? Élőben kameraképp javítós mehet? Mondjuk mire ezt itt kigaltabolva meg tudom csinálni, az legalább 12 év. Ja, és ilyenkor elmegy a hang, ha altabolok. Nagyon jó, nem baj. Na várjál, hogy tudom ezt én itt meg javítani? Septiben.
mondja, először is egy kicsit nagyítok rajta, hogy lássam. Aztán csinálunk egy olyat, hogy csináljuk. Hogy volt ez? Ugye az 5G-nél volt vágva, vagy valami hasonló, igaz? Tehát akkor az 5G-hez így levágjuk, mondjuk így. Meg föntről is levágunk, mondjuk nagyjából úgy. És akkor így. Aha, hát alakul a molekula. Úgy. Jobb lesz? Jó, kicsit nagyobb lettem. Vagy valami hasonló. Úgy. Úgy, most ilyen lesz. Pereg. Na! Szép estét mindenkinek, szia Batidor, üdv neked is! Hol is tartottunk, hölgyeim és uraim, ebben az elképesztő agytekervényeket meg szentségtelenül nőttél a szemünkben. Gyönyörű volt. Szóval, hogy az agytekervényeinket megkínzó őrületben hol is tartottunk? Emlékeim szerint eljöttünk mi itt a muternek az emlékeibe, vagy limbójába, és van, nem ez a gomb, ez a gomb, van itt egy ajtó, amit meg kéne fejteni, hogy mi is. Szóval kiadsz egy csomó pénzt a kamerára, és ki sem használod a teljes képet. Hát figyelj, mivel 4K60-as a kamera, szerintem kivághatunk belőle bármit, tök jó lesz. Ja igen, és amúgy ez az egyik legnagyobb, szerintem, ami fel fog majd tűnni így változás, ha nem is a kamerakép minősége olyan szempontból, hanem a folytonosság az, hogy azért ez 60 fps, azért ezt látni rajta. Tehát, hogy azért ez nem úszik úgy, vagy tehát sokkal smoothabbul mozog, ha ilyen nagyon mozgok. Szerencsére a streamer egy helyre szokott ülni, úgyhogy ennek igazából teljesen lényegtelen. Na, igen, akkor mehet a Just Dance. Így van, a Just Dance streamek miatt lett véve. Na, hölgyeim és uraim, ez az, amit meg kéne nekünk fejteni, hogy mégis mi a kutyának a pömpölője az, amit itt látunk egyrészt, másrésztről, ugye itt 10-es, 100-as illetve, tehát mármint, hogy 1-es, 10-es, 100-as és 1000-es értékeket kell kitekernünk ezen a térképen, ezen a készüléken. Itt ez a belső kör, ez az 1000-es, ez a 100-as, 10-es és 1-es, és ehhez van egy ilyen naplónk is, hogy melyik milyen, mit jelent. És a következő a feladvány. Szerintem itt 3 darab jelet kell összehoznunk, ha engem kérdeztek. De ugye itt össze-vissza tükrözések, meg mindenféle lehet. És 3 darab szám kell, az egyik az ott az a P, akármi, tehát ahol a device felirat van, az alatt van 4 darab egy sorba, tehát azokat kell nézni, ahol 4 darab szimbólum van egy sorba. Azt kell valahogy megfejtenünk, hogy mit jelent és mi lehet. Na most, hogyha ez az 1000-es, és az 1000-es az egy inkább egy ilyen D, kicsi D betű, igen, mert hogy amúgy az egy 9 is lehetne, tehát hogyha nem tükrözünk semmit, hanem csak szimplán nézzük, hogy néz ki, akkor az 4000, a sima L, az micsoda? 4199. Lehet, hogy azt kellene nekünk kirakni? Lehet, hogy összekeverve vannak itt a történetek? Nézzük meg! Azt mondja, hogy a 4-es az ez, 4000, az L volt a 100-as, 4100, és akkor 99? Az ötlet jó volt, a kivitelezés, vagy hát az eredmény hibás. Főleg az, hogy ez nem jól van. Várj, mert nekünk ez kell. Jó! Ott van! Jó.
Háromból egy. Akkor in that case, és ebből kiindulva... Hűha, akkor az egy hatos. Igen. Tehát hat... Az L fölfelé... az 10, tehát 16. Az ki 9000. 9316. Oké. Akkor ez a 9000, a 300 az ez. Ez a 0, ez a 10. Ez 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eskü nem néztem meg, hogy mit kell csinálni. Eskü. De emlékeztek, hogy ennél a falnál és ennél a feladványnál már jobbra-balra tükröztünk, dupla szimetria, nem tudom, akármit csináltunk a múltkor. Szóval... Ennyit számít, egy picivel frissebb agy, mint a múltkor, már azért lefárasztottuk önön magunkat. Na jó, és akkor az utolsót kéne, csak ott valami csinyadratta van ám itt az elsőnél. Az L, az biztos, hogy 100, tehát az marad. Vagy hát nem marad, azt meg kell állítani. Tehát L, igen. Van egy 90-ünk. Az this one. Az a legelső, az vajon melyik akar lenni? Az... Na várjál, a 100... 90... Igen, és akkor az pedig 5. Na várjál, ez az 5-ös. Ez az. Az a 0, 1, 2, 3, 4, 5, yes. És akkor a legelsőt kéne kitalálnunk, ami szerintem 7-es lesz. A heti 7-es. Nagyon szép chat. Nagyon-nagyon szép. Nagyon-nagyon szép. Köszönöm szépen amúgy a türelmet itt ezzel kapcsolatban, meg úgy az egész estére vonatkozóan so far eddig, hát a tartalom mint olyan az váratott magára. Most meg az ügyes ugrások váratnak magukra. Na lássuk, merre lehet menni. Van itt három irány, reméljük valahova tudunk menni. Na azt mondja, hogy jó napot. Itt nem tudunk bemenni. Ott van egy gonosz. Amanu, üssön meg! Élek! Akkorát kaptam, hogy leestem. Ó, itt van egy checkpoint. Jó. Akkor kihasználjuk a checkpointot. Az ott mi a franc? Snow globe. Curious. It feels empty. And at the same time, not. What's inside? Only loneliness. Magány van. Benedict. Magány van a hógömbben benne. Uh-huh. I've never seen snow globe this beautiful. What's more, it shows an element of this house exterior. It must have been made specifically for Mr. Floyd, probably a gift from her parents. Mrs. Not Mr. Mindegy. How didn't she end up being a spoiled brat? Or maybe she did? Okay. És akkor... Aha, ott van valami interaktációs. Fogd meg a söröm! Hát én futnák! Ó,
De mit kéne csinálnia, ha ezzel? Ezt ki kéne lőni, vagy ki kell lőni? Igen. 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 Jaj, nem ugrott föl! Ez az Ori and the Blind Forest, csak mondom. De miért nem ugrik föl? Miért nem ugrasz föl? Halkabban ordítsál, mert normális vagy itt. Szívbajt hozod a jó népre. Aha. Hát ez... Hopi. Na hát akkor round 2. Snow Globe. Igen. Na és Cicmic, te már jutottál ideig a játékban? Tudom, hogy te is játszod. Vagy legalábbis játszottad, azt tudom. Jump. Jump. Úristen, úgy nyomom, mint még soha. Jump. Kicsit vár. Ugrik. Kicsit mész. Miért nem ugrasz? Hát olyan hülye van. Akkor nem szabad ennyit várni. Fut, fut, fut. Ugrik. Fut, 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 ugrik. Hülye kutya. Jaj, azt tud vágni kell, én meg már reflex, hogy viszéből, rögződésekből ugrok. Hő! Hő! Visz! De mi? Mi? Az előbb szétütöttem, szóval szétütöttem, most miért nem engedte? És miért nem enged duplát ülni? Én nem értem. Jaj, azt nem! De... Fú, ez nagyon bosszantó egy rész. És miért nem engedsz hílálni? Jó van akkor. Nincs olyan lila pötty. Igen, tudom. Jó, semmi baj. Természetesen elsőre fog sikerülni. Talán. Ugrik. Ugrik. Vár. Ugrik. Ugrik. Dupla. Vár. De mi? Srácok, azt most miért nem jó? Az elsőre, amikor oda eljutottam, akkor azt szét lehetett így vágni. Én nem értem. Ugrik, ugrik, várj. Parancs? Védekezés lesz a jó megoldás? Aha. Ez lehetséges. Igen. Véd. Nagyon jó vagy. Véd. Ne, hogy az elejére? Nyomorult simlis féreg. Jó, a védekezés a helyes. Megyek. Jaj, ne, tecsám! A manóba. A manóba. Ez jó volt. Igen, ez az Ori and the Blind Forest, a kutya edition.
Véd. Ugrik. Véd. Ugrik. Mondanom kell, az a megoldás. Ugrik. Ugrik. Duplát ugrik. 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 Véd. Mész tovább. Nem véd. Az is jó, az is jó, tök jó. Véd. Most már picit előrébb jutottunk, mint eddig. Próbálok ügyes lenni, de ugye béna vagyok, tehát úgy nagyon nehéz. Igen, igen, ugrasz. Azért én megnyomtam a védekezést, azt ugrad. Igen, ugri, ugri. Véd, igen, nagyon jó. Ne ugrás, ne ugrás! Miért ugrás nyomtam? Olyan hülye vagyok. Jó, jó, jó. Most lesz jó, most lesz a jó. Ez eddig a bemelegítés volt. Itt van az ügy amúgy, aki esetleg lemaradt volna, hogy mi van. Itt van minden is. Jó, itt vagyat annak, aki most vacsorázik. Na, azt mondja, hogy mi a vacsi? Azt azért mondjátok el nékem. Csak hogy éhes legyek. Interaktáció. Jelleggel. De lehet, hogy ez sárkány. Nem tudjuk. Nekem kutyának tűnik. Kutya mód megjel... Jó, ugrasz, ugrasz, védel. Ugrasz, fel. Ugrasz, ugrasz. Véd. Ugrasz, véd. Ugrasz, ugrasz, ugrasz. Dupla, ugrás, ugrás, dupla. Ugrás, svéd. Ugri, húss. Ez nagyon gyorsan jött. Igen, igen. Svéd. Igen, igen, igen. De nem úr, miért? 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 Anya. Wow. Jó, megoldjuk, megoldjuk. Semmi gond, semmi gond. Most már, ez most az. This is it. Platformerek királya vagyok én. Látok jobbat a föld, féltek én. Ne énekelj, játsszál. Igen, koncentrációni. Jó. Aljas csaló vagy videójáték, egy mocskos, undorító csaló. Az én idegrendszeremre és a testemre pályázol, de... Elég sikeresen csinálod, hagyd nem mondjam. Ugrik. Ugrik. Svéd. Eddig jó. Ugrik. 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 Svéd. Ugrik. Finn. Ez az. Ugrik. 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 Dupla ugrik. 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 Dupla ugrik. Svéd. Oké. Okay. Ugrik. Jézus Mária. Eddig jó. Eddig jó. Svéd. Nagyon jó. Ugri. Ugri. Svéd. Ugri. Futi. Futi. Nem tudom, ha... Sikerült! Nothing here is what it seems. Semmi sem az, aminek látszik, Benedict. Yeah. There's much more to Mrs. Floyd than we thought. Azt hitted mi? Hát én is. Life made an appearance in the house. Let's examine it, Benedict. Benedict. Nekem is van ilyen hangom, mégsem hívnak szinkronizálni. A rohadt életbe. Jó, sikerült, elmenekültünk a kutyától. De mikor vették fel a reggeli morgásom hangját? Hát, a telefonod volt, figyelj oda. Jaj, na, nehéz szülés volt, viszont akkor tudunk erre tovább menni? Vagy megszereztük most a hof gömböt? Adj ide, akkor ne. Jó, erre tudunk tovább.
osonni, menni, ott föl lehet ugrani. Ott föl lehet ugrani. Még mindig tetszik az art style. A nehézség az... Hát ügyesebb játékosoknak van kitalálva, mint amilyen én vagyok. Kapta? A másikat meg kell rakni, így is van. Rakás. Döfés, halál, blaha. Ahogy Nessali mondaná. Remek. Azért mondjatok majd így visszajelzés, hogy minden oké, okay, kép, hang, hogy ez a kamera okés, nem okés. Jó, ez megvan. Gyere, támadj. Remek a szép, köszönöm szépen, ezt már szeretem. Örülök, hogyha tetszetős a tartalom folyása. Úgy, nagyon jó, megkéseltem. Egy hiba van, nem Zelda megy. Hát, Hirks. Még az is lehet, hogy egyszer. Lehet, hogy lesz Nintendo-m. Na majd akkor. Egyelőre nem létezik a Nintendo, vagy nem rendelkezem Nintendo eszközzel, szóval így nem tud konkrétabban Zelda menni. Nya, ott fölfelé is lehetett menni. Erre lefelé merjek lemenni? Hát várjál, elvileg lehet. Damn. I need a more powerful light source to pierce through this kind of darkness. Igen, ilyen sötétséggel már találkoztunk. Your father had a device for such circumstances, Benedict. Tehát azt mondja nekünk másod lényünk, vagy hogy a Tony. Tony azt mondja, ugye úgy neveztük el, hogy Tony. Tom Hardynak is hívhatnánk, de legyen Tony. Szóval azt mondja, hogy talán a faternak van valami eszköze, ami ilyen megvilágításra alkalmas. Elvileg itt fel tudunk menni. Hát gyakorlatilag is igazából feljutottunk. Yes, akkor nekünk el kéne menni ebbe a bal, ismétlem, tehát bal, azaz bal irányba, tehát arra, mert ott van checkpoint. Futsz, futsz, szalad, Késelés. Nagyon szép, és megvan a checkpoint, és itt pedig Universal Vibrator Metronome. Mit csinálsz? Aha. Ez egy metronóm, a univerzum idejét ketyegteti. Nem igaz. A kind of metronome adjusted through the occult means to react to the ripples of the expanding universe. A clever device which certainly played a major role in von Patimonin's Helikon interdimensional studies, most probably circulated around the subject of the limbo's unstable boundaries. Na jó, van akkor... Júj, várjál, akkor először is. Itt refill, illetve szekúreink. Van már 131 pont, azt most nem látjátok, mert a csodálatos ráncos arcommal kitakarom. Ez pedig itt short cut. És valóban short cut volt. Oké, B betű. Ott van, jön, támad, gyere! Mutasd, mit tudsz! Várok. Hát, hogy az a néni két ballába szárad, hát gyere már ide! Úgy. Megkéselve, jön még egy. Nem jogom. Csessze meg a ló. Új, nem látok semmit. Tojás. Mit mond, tojás? Nem azt mondja? Potato. Eldurranok.
Jó, szép késelés! A rohadt nénikédet meglőtt, meglőtt. Hívják a kölyált. De gyere már ki az ajtóból. Ha-ha! Sharpshooter. Várja, oda fel tudunk ott így kapaszkodni? Valóban, görög volt a falóban. Biztos jó ötlet nekem erre felé eljönni? Térkép. Jó. Ami viszont tök jó, hogy haladgatunk a játékba. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy a múltkor egy órát bolyongtam, mint gólyakos a levegőbe. Ez a hang. Ugye van egy enemy, amit nem tudtunk megölni végül a múltkori streambe, az a Inquisitor, vagy mi az Isten. Jaj, várjál, hát én nem látom, hogy mi történik itt. Az, hogy lőtte... Várjál, mert ez így nagyon nem lesz jó. De hogy nincs lósz, mármint, hogy lőszer. Védtem. Ez megvannak, jó? Jaj. Oké. Kiváló. Mi ez a lila? Ez a Twitch terem, vagy... Azt a micsoda lövések. Jaj, várjál, van még egy. Jó. Letter of request denied. Their disappointment and anger still emanates from this document, Benedict. The words written upon this crumbled page scathed the balance and tossed the reader from the knife's edge. Rejected, maybe it's for the better. Don't feel like having siblings. Szóval elutasították, ugye ha emlékeztek, akkor valami társaságnak voltak a tagjai, a Mutter meg a... Majd a Fater, meg a most a Hamuter vagy Muter, mindegy. És hogy szerettek volna gyereket, és ehhez a társaságnak kellett a hozzájárulása, vagy mi az engedélye, és nem kapták meg az engedélyt. Tony minden mondandója végét azzal fejezi be, hogy elmondja a neved. Igen, mert nem emlékszem a nevemre. Folyamatosan hülye vagyok. És emiatt. Majd arról... Esetleg beszéljünk, vagy mondjátok, hogy nem sötéte a kamerakép, mert most nyilván én valamit beállítottam, de itt közben ugye megy le lemenő napfény, és az már most már nincsen. Aztán nem tudom, szóljatok, hogyha esetleg sötét a kamerakép, akkor korrigálunk, meg ilyesmi.